Sziasztok! Conan Exiles kezdőknek következő sorozatunkból lévő újabb rész. A mai részben úgy gondoltam, hogy beszéljünk a gyártássegítő emberekről. Ugye már beszéltünk arról, hogy milyen alapanyagok vannak, beszéltünk arról, hogy miben lehet gyártani, beszéltünk az emberfajtákról, és akkor most beszéljünk külön csak azokról az emberekről, akik magát a gyártást segítik elő, és egyéb más dolgokat is hozzáadhatnak nekünk. De haladjunk is akkor szépen sorba, jó? Ismét ezt szeretném mondani, egy olyan szerveren játszok, ahol 300 jelenleg a maximális szint, így a pontjaimat ne nézzétek, a szintemet ne nézzétek, ugyanis egy alapjátékban ez a szint az maximum 6 van. De közérdekű közleménynek vége, vágjunk bele. Első. Carpenter Bench. Ugye ebben lehet készíteni fából dolgokat. Ilyen dolog például a shape wood, tehát a deszka és a vizes deszka. De ugye ezt a labot tudjátok gyártani, ami itt föllelhető. Ha kitanultok dolgokat, ezekről is majd fogunk beszélni, de ma, amiről szó van, az nem más, mint itt ez az emberke, aki itt éppen reszeli a fát. Ez az emberke, ha látjátok, ugye megvannak itt ezek az alapdolgok, itt fölötte pedig látunk fegyverféléket. Na már most. Én ezt az embert innen kiveszem, akkor eltűnnek innen a fegyverek. De térjünk ki másra. Mondjuk gyártsunk 10 darab Shaped Woodot ember nélkül. Igen, ez így mind időbe telik. Mire ez legyártódik? Ez mindössze csak 10 darab Shaped Wood. Most tegyük be az emberünket. És ugye, hogy gyártsunk le 10 darab shape woodot. Kész. Tehát ez egy 4-es szintű ember. Ugye már beszéltem arról, hogy minden egyes embernek külön szintje van, 1-es, 2-es, 3-as, illetve a 4-es, akik a neves emberek. Ez a neves ember, mint láthattátok, radikálisan megnöveli a gyártási sebességet, valamint minden egyes ilyen neves emberhez tartozik egy-egy gyártó szekció. Tehát mondjuk a Carpenter Benchbe, attól függ, hogy milyen neves embert találsz, más pluszt tudsz gyártani. Nála íjakat lehet. Megvannak ugye az alapíjak, amiket itt le lehet gyártani, illetve nála tudsz pluszokat gyártani, ami azt jelenti, hogy neked nem kell kitanulnod ezeket az íjakat, ha őt meg tudod szelidíteni. Vagyis pontot spórolsz, amit későbbiek folyamán másra el tudsz használni. Nem eddig érthető, mert akkor menjünk szépen tovább. Következő gyártó részünk a blacksmith, vagyis a kovács. Itt a blacksmithnél fémből lehet készíteni fegyvereket, formolóeszközöket, kiegészítőket, illetve erősítő eszközöket. Ez mind-mind kitanulható, majd erről is beszélni fogok a későbbiek folyamán. A színes dolgokat ne nézzétek, tehát ilyen, hogy zöld, narancs, lila, citrom, kék, mert ezek a játékhoz tartozó DLC-s itemek. Úgyhogy beszéljünk az alapdolgokról, amik ugye ők nincsenek, a színes dolgok. Tehát ő egy blacksmithbe, vagyis kovácsba tartozó emberke. Ha én ezt az emberkét eltávolítom, gondolom feltűnt, hogy így kb. A cuccok jó része eltűnik. De nézzük meg másképp, mit tudunk gyártani. Mondjuk tudok gyártani erősített vasból sima vasat. Csináljunk 10-et emberke nélkül. Mint látjátok, iszonyatosan lassú. Így egy fél élet, mire elkészül ez a 10 darab. Most tegyük be az emberkénket. Ugyanúgy legörgetek nektek, és készítek úgy, hogy 10-et ebből az erősített acélból, visszafejtem sima acélra. Kész. Tehát azt hiszem látható, hogy a neves emberek nagyon meggyorsítják magát az alapdolgoknak a gyártási sebességét. Illetve, mint látjátok, ha nem veszitek a DLC-seket is, ami nekem megvan, erősített fegyvereket tudtok így gyártani. Ami azt jelenti, hogy ezt neked nem kell kitanulnod.
viszont ő legyártja neked. Ami viszont tudniillik, ha olyan dolgot gyártasz, amit te nem tanultál ki, viszont ilyen emberke tud, és te legyártottad, csak itt, ezen a helyen tudod majd megjavítani, vagyis kézben nem javulandó. De, mint látjátok, konkrétan végtelen mennyiségű dolgot lehet így gyártani. Amit nem neked kell kitanulni, hanem ő gyártja le neked. Szerintem ez tök egyszerű dolog, és tök jó. Így ugye pontokat tudsz megspórolni, mert ha éppen meg tudsz szedíteni ilyen emberkéket, amire szükséged van, le tudod gyártani, anélkül, hogy te megtanultad volna. De, menjünk tovább. Főző. Ugye léteznek ilyen campfire-ök, amit le lehet gyártani, ugye? Ebbe teszel, mint látható a képen, fát és húst, elindítod, sült hús lesz belőle. Nálam van 200 darab hús, de nem fér el itt. Mivel ugye nincs akkora helye. Úgyhogy egyelőre, mindjárt megoldjuk. Így. Betettem a 200 darab húst, kiveszem az embert. Van bent fa. Kezdjük el gyártani. Mint látjátok, ez igencsak hosszadalmas idő. Még gyors így is, mivel a szerver fel van gyorsítva, de hosszadalmas. Tegyük be az emberkénket. És gondolom látjátok, hogy majdnem instant készül. Ugye ő egy kúk, itt van, egy Northheimer kúk 2. Őt, ha megszelítíted, csak főzősbe tudod beletenni, mivel kúk. Kétfajta főző létezik, ez, illetve egy stau, olyan, mint egy sparhelt, azt én még nem készítettem. Abba különlegesebb ételeket tudtok elkészíteni. De ugyanilyen kúk kell bele, és az meggyorsítja, illetve mint láthattátok az előzőekben, ad hozzá egyéb ételeket, amit le tudsz gyártani. Következő ilyen elemünk az a teneri, vagyis a bőrkikészítő. Itt nem ad semmi pluszt hozzá az emberke, tehát ugye a bőrkikészítőben nem tudsz más csinálni, csak ugye beleteszed a bőrt, lesz belőle készített bőröd és kátrányod. Ha beleteszed az ilyen emberkéket, ami ugye, mint láthatjátok, a neve taneri, akkor taner kell bele. Beleteszed a tanert, gyorsítja. Úgy, ahogy láthattátok az előzőekben is, majdnem 100%-os plusz gyorsítás érhető el ezáltal. Ami szerintem egy alapszerveren, ha mondjuk másfél-két percig tart, mire elkészül 10 darab ilyen kikészített bőröd, leredukálódik mondjuk pár másodpercre, az szerintem jelentős lehet. Menjünk tovább, a utolsó két-három szekciónk van még. Ezek nem más, mint a kohó, az üst, illetve az egyebek lesz majd. Menjünk a kosorba, kohó. Kohóba be tudsz tenni fő kohóba illő embereket. Vagyis vagy furnace-hez való embert, vagy neves embert, ahol ezt a fogót látod. Ha ezt a fogót látod, megszelidítetted, ide behelyezed, ugyanúgy 100%-os gyorsítást érsz el vele, ami elég jó szerintem. Bár, mivel alapszerveren csak egy pár száz órát játszottam, így azt tudom mondani, hogy alapszerveren, ha tudsz fogni egy darab ilyen neves emberkét egy kohótba, onnantól te vagy a király. Úgyhogy mindenképpen érdemesebb erre rámenni, a bőrösre, illetve a kovácsra. Első körben. Utána, ami kell, az a főzőbe illő alkemista. Főzőbe két ember tudunk megkülönböztetni, vagy alkemistát találsz, vagy medicint. Mind a kettővel ugyanazt kapod, ami nem más, mint ez a fill. Glass faszkot, ha tudsz majd gyártani, ez majd későbbi ebben, ami itt mind van, és itt is, amiket láttok, szépen el fogom magyarázni, hogy mi mégis micsoda.
De az emberről volt szó. Ugyanúgy ő is csak gyártást gyorsít. Illetve, mivel ő neves alkimista, így már kapsz pár darab orbot, vagyis gömböt, amit tudsz gyártani ő általa, anélkül, hogy te ezeket tudnád. Tehát a neves embereknek összességében, ami a lényege, azon fölül, hogy gyorsít, amit ugye minden egyes emberke megtesz, különleges dolgokat tudsz gyártani velük. Ami szerintem nem hátrány egy alapszorzó szerveren, hogyha nem kell neked annyi mindent kitanulnod, így változatosabb tudsz maradni. De jöjjenek akkor az egyébek. Egyébből két különböző dolgot különböztetünk meg. Egyik az az armorerek, a másik pedig a torturer, ami a szelídítéshez kell. Jöjjünk akkor az armorerbe. Ugye kétfajta armorer bench van, mint láthattátok is. Gyártóban is van sima, illetve van improved. Az improved az erősítettebb, magasabb szinten érhető el, majd erről később ilyenben beszélgetni fogunk, hogy miből van sima, miből van improved. Mihez mi kell. De, menjünk a simába. Itt, vegyük ki az embert akkor kezdésnek. Ami elérhető lesz, növényfélékből tudsz csinálni kötelet. Illetve minden egyes bőrfajtából tudsz csinálni sima vagy erősebb bőrt. Ez az arab armorer bench, tehát a páncélkészítő. Itt tudsz készíteni magadnak ugye páncélféléket. Nevéből adódóan mi meglepő. Itt ugye nincs bent az ember, tehát az alap dolgokat tudod elkészíteni, amiket ugye kitanultál. Amit tudni kell, kétfajta páncél létezik, de ezt majd később elmondom. Tegyük be az emberünket. Hopika. Kicsit sem... Sokkal több minden elérhető, ami legyártható. Igen, a DLC-s dolgok úgy, hogy legyártható, a erősített változatban. Viszont ő általa tudsz csinálni vívet, vagyis más néven sejmet. Ugye ez a szilk is, csak itt másképpen van megfogalmazva, pókhálóból. Majd ezeket is szépen sorba elmondom a sorozatunkban, hogy mit, hogy, hol kell készíteni, és hol találod meg. De most ugye csak az emberekről beszélünk. Úgyhogy ez a neve 3-as szintű armorer, tehát még nem is nevezett, csak sima 3-as szintű, is már ennyi dolgot hozzáadott pluszban az alap armorer dolgokhoz. Ő minimálisan gyorsít, tehát nem úgy, hogy az összes többi gyártónál 100%-ban, viszont plusz dolgokat tudsz ezáltal legyártani ő nála. Menjünk akkor tova. Improved. Na, ő már érdekesebb. Ő nála már jóval több mindent le tudsz gyártani. Ő ugyanúgy 3-as szintű, eltávolítom, és eltűnik elég sok minden, amit ő általa ugye le tudsz gyártani. Viszont, hogyha ő ide bekerül, megjelenik, amiket ugye előbb mondtam, le lehet gyártani nála. Ez mind erősebb páncélzat, erősebb védelmi értékekkel. Az improved, mivel erősített. Itt tudnélik, ő már gyorsít. Ugye, mint látjátok, elég jó dolgokat ad hozzá. És olcsóbbít. Tehát, ezt még eddig nem mondtam el, most elmondom nektek. Hogyha bárhova tudsz tenni ilyen gyártás segítő embert, szintjéhez megfelelően olcsóbbítja az adott benchben, vagyis asztalban való elkészíthető dolgoknak az értékét és árát. Ami ez elég sokat jelent. Tehát most bent van az emberünk, jöjjünk mondjuk egy alap, ez kimérjen, nem... Mondjuk egy médium vérthez. 22 fém, 11 erősített bőr, és ugye a perfekt dolog. Most ezt kivesszük. Ugyanúgy megnézzük. 30 fém, 15 bőr. Tehát látható, hogy igaz, hogy nem sokkal, de mégis olcsóbb. És az a sok kicsi sokra megy olykor. Mikor olyan szerverem vagy, ahol időhöz van szabva a PvP idő, és amikor tudnak téged PvP-be támadni, lerabolhatnak.
Így, hogyha már van kevés alapanyagod is, és van egy ilyen embered, sokkal hatékonyabb tudsz lenni. És a hatékonyság ebben a játékban, hogyha PvP szerveren játszol, sokat jelent. Minél hatékonyabb vagy, annál jobb. És akkor jöjjünk az utolsó asztalunkhoz, ami nem más, mint a torturer asztal, vagyis a szelidítő asztal. Itt ugye le tudtok gyártani, mint látjátok, kétfajta kötelet, kétfajta bunkót. De viszont, itt láttok egy másik fajta kötelet, ezt akkor tudjátok legyártani, ha van hármas vagy annál nagyobb szintű szelidítő emberetek. Majd a következő rész elején erre újra kitérünk, mert addigra szerzek egy ilyen embert, és akkor meglátjátok azt, hogy mire is beszéltem és mire is gondoltam. Illetve látom, háttérben van még egy jó pár asztal, erről mind szépen külön szeretnék szót ejteni, ugyanis ezek vagy modhoz tartozóak, vagy díszítők, ami díszítőről külön akarnék egyrészt, vagy épp egyéb más gyártásához szükségesek lehetnek. De legyen már akkor ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt is, remélem tetszett. Facebookon vagy komment szekcióban beszélgessünk már arról, hogy titeket mi érdekelne. És akkor esetleg arról fölvennék nektek egy videót. Bármi ötletet meghallgatok, hogy hogy működik a szelidítés. Bármi, ami titeket érdekel. Várom nagy-nagy szeretettel az ilyen ötleteiteket. És akkor sok sikert mindenkinek. Éljetek túl. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!